Számlamenő, számla karbantartás. Kiválasztjuk azt a számlát, amit szeretnénk jóváíró számlázni. Keresésre kattintok, és vevő névre fogok keresni. És most erre a számlára szeretnék írni egy jóváírót. Legörítem a számlamenüt, jóváíró számlára kattintok. Elkészül a számla, amit megírtam, ugyanazokkal a tételekkel, csak mindenhol a mennyiség negatív. Nem az ár negatív, hanem a mennyiség. Ha nem egy korábbi számlát komplett a programmal jóváíroztatunk le, akkor mi is írhatunk jóváírást, fölvisszük a, a számla sorait úgy, ahogy szoktuk, csak a mennyiséget tesszük mínuszra, tehát nem az árát, hanem a mennyiséget. És a számla szám itt új, viszont Láthatjuk, hogy hivatkozik a jóváíró számla arra a számlánkra, amit jóváíróztunk, tehát itt automatikusan az egyéb rovadban ez megjelenik. Ez ugyanolyan számla, a sorszáma van, a könyvelésbe bekerül, tehát ezt tudjuk megtenni akkor, ha nem rögtön veszük észre a hibát, és utólag kell valamit korrigálni, vagy visszavenni árut, és ez azután is alkalmazható, hogyha már le van könyvelve az a régi számla, tehát akkor nem sztornozzuk, hanem jóváírozzuk.